Peti? Igen? Belefér még egy rivélió? Á, készültem. Öt másodperc! A stúdióban Smerha Renáta és Horváth Péter. Jó estét kívánunk! Főbb híreink következnek. Komplett zenekar tűnt el Mexikóban. Csütörtöki fellépésük óta nem találják a banda tagjait. Valószínűleg egy drogkal. Szia anya! Mit? A nadrágomat? Valószínűleg egy drogkal terrabolta el őket. Kannibálokat végeztek ki Észak-Koreában. Két embert kivégeztek kannibalizmus miatt, az országban 10 000-en haltak éhen egy jelentés szerint. Reni, most kaptuk a hírt, hogy a Ciszterben királyválasztás van. Híradónk stábja utolérte a volt királyt, Orosz Bencét is. A Ciszterci Szent István gimnáziumból élőben jelentkezik helyszíni tudósítónk, Kovács Petra. Szervusz Petra, mi a helyzet a Ciszterben? Hallasz minket? Igen, hallak titeket! Szia Reni, szia Peti, üdvözlöm a kedves nézőket! Itt áll mellettem a leköszönő király, Orosz Bence, akit arról faggattunk, mit gondol a királyválasztásról, a 12. B királyjelöltjéről, Marciról, illetve mesél nekünk elmúlt évéről is. Szervusz Petra, üdvözlöm a nézőket! A királyválasztás az egy nagyon komoly dolog, hiszen már tavaly is nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy megnyerjük, és szerencsésen végződött a dolog, ugyanis megnyertük. Marcikáról az a véleményem, hogy egy nagyon kedves ember, és szerintem nagyon... És szerintem biztos, hogy meg fogja nyerni a királyválasztást, ugyanis emberileg és erkölcsileg a hegy csúcsán van már most, és ennél már csak nagyobb lehet. Illetve, mivel a konkurencia is elég nagy itt az iskolában most, mind az A, mind a C osztály részéről, ezért nagyon kemény menet lesz, Marcikám, húz bele, szurkolok, nagyon szeretlek, tényleg, és meg fogod nyerni, én ezt már most tudom, már most látom, és nem csak azért, mert Bés vagy, nem csak azért, mert te vagy a Sanu Márton, a Marcika, a kis Ferike, hanem azért is, mert bízom benned, és támogatlak. Az elmúlt évemről annyit, hogy az nagyon tetszett, nagyon jó volt, nagyon jó az egyetem. Gyertek ki is Keszthelyre, nagyon jók a szakok, alacsonyak a pontok, nagyon tetszik, nektek is fog, tényleg, és szerintem ennyi. És mit üzensz az iskola diákjainak? Hát nekik mindenféleképpen azt üzenem, hogy tanuljanak sokat, mert az érettségi az egy véresen komoly dolog, nagyon-nagyon sokat kell rá tanulni, megtanulni, illetve az, hogy szavazzanak a 12B jelöltjeire, Marcikára és a szőke gyönyörűségre. Köszönjük szépen! A szó a stúdióé! Köszönjük, Petra! Kedves nézőink! Itt láthatják a szavazás jelenlegi állását. Egyelőre csak fantomképeket tudunk mutatni. Sanu Márton, a 12. B királyjelöltjét kérdeztük, vajon mi a véleménye a szavazás jelenlegi állásáról? Szavazni holnap, azaz csütörtökön, 13 és 17 óra között lehet az egyes teremben. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Amit a melléket ábra is mutatja, rendkívül kiérzett a verseny. Azonban az, hogy ki lesz az, aki a végén mindent visz, még korán sem dölt el. Amikor a stáb felkeresett, éppen kortás beszédemet írtam, amiben óriási segítséget nyújt a 9. B. Nagyon örülök annak, hogy osztályommal egy ilyen összetartó közösséget alkotok, és mindenben támogatjuk egymást. Arra szeretnék kérni titeket is, hogy szavazzatok a 12 B-re, hogy ezzel a sikerrel megkoronázzuk ezt a csodálatos, együtt töltött 8 évet. Érezzétek jól magatokat az elkövetkezendő napokban, vegyetek részt minél több programon, ez most tényleg rólatok szól.
Köszönöm a lehetőséget. Hajrá Magyarország, hajrá Ciszterci. A híradó stábjának kérésére megszólalt az iskola egyik tanára is. Ezt a riportot hallhatjuk most. Megkerestük Babonics Marian tanárnőt, Marci Német tanárát, és megkértük, hogy fejtse ki Marci esélyeit a királyválasztáson, illetve mondja el a diákoknak, hogy miért érdemes Marcira és a 12. B-re szavazni. Szavazz a 12. B-re, mert ez egy zilsőnek lesz, és a Marci mindent megtesz azért, hogy a Német házja elkészüljön. Még a 9-esek segítségét is igénybe veszi hozzá. Végezetül sporthíreink következnek. A választási eseményeket Fodor Ramon, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó is kommentálta. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Fodor Ramon vagyok, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, és a király, illetve királynő szavazáson szeretném a voksomat Marci, illetve Jácinta mellé letenni, és nagyon bízom benne, hogy a 12. B lesz a végső befutó ezen az eseményen. Sziasztok, minden jót! Most pedig a kosarasok, az Albafehérvár játékosainak lelkesítő üzenetét hallhatjuk. Üdvözlöm Önöket innen Székesfehérvárról, a Vodafone Sportcentrumból, ahol, mint láthatják, mögöttem az Albafehérvár játékosai éppen edzenek. A játékosokra nagy nyomás nehezedik mostanában, hiszen nem csak a közeledő meccsekre kell készülniük, hanem a ciszterci királyválasztásokon is állást kell foglalni. Lássuk, hogy a döntőben! Köszönjük a figyelmüket! Jó szórakozást kívánunk a most következő meséhez, utána pedig... Mi is következik, Peti? Hát a barátok közt, Reni. Ó, tényleg! Amelyben kiderül, hogy Berényi Miklós is a 12 béseket támogatja. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra! Volt egyszer egy uralkodó nélküli királyság, ahol Jácinta hercegnő kormányzott. A hercegnő egy nap ráeszmélt, hogy egyedül nem képes vezetni a népét. Eluralkodott a káosz. A királyi kastélyt hajléktalanok és drogosok lepték el. Szükségük volt tehát egy királyra is. Ezért Jácinta udvarhölgyei tanácsára úgy döntött, hogy felkeresi Márton királyt, és megkéri, segítsen neki helyreállítani a rendet, hogy a ciszter ismét a nevetés és az öröm birodalma legyen. Oh, már elmúlt hajnal. Ideje indulnom. Isztőmű lakói számítanak rám. Jácinta hercegnő is megérkezett kíséretével a faluba, és Márton király keresésére indult. Agyisten! Agyisten! Nem lehetett erre egy áruhás fiatalember? Volt itt egy maskarás férfi, segített eltúlni ezt a nehéz trágyával teli talicskát. Azt hiszem arra ment, a Margót segítette által az utcán. Köszönöm szépen! Agyisten! Agyisten! Ha nem segít, nem érek haza! És utána merre ment?
A Katinkáék udvarába etette meg a bárányokat. Köszönöm szépen. Nincs csak anyuskám. Hát csak annyit láttam, hogy egy ilyen csukjás fiatalember megetette a bárányokat, aztán így tovább szaladt. És merre szaladt? Hát a Pityujék postaládájába dobott valami pénzt. Jó, köszönöm szépen. Hagyj Isten. Hagyj Isten. Itt már nincs is rám szükség. Mindent elvégeztem, amire szükség volt. Hogyan tovább? Csak akkor leszek boldog, ha segíthetek. Én másokért szeretnék élni. Azt hallottam a faluban, hogy egy bizonyos ciszterci kastélyban segítségre van szükség. De hiszen lovam sincsen. Hogyan juthatnék én el oda? Jó, azt majd újra... Jó, az mindegy. Hadd hadautók el szólt. Pityu, Pityu! Hogy felvitte az Isten a dolgát? Hát nem tudom honnan van a pénz, de az biztos, hogy jó gyűjt. A feleségem meg a gyermekeim is éheztek. Nem látott erre egy csukjás alakot? Arra ment, ott lesz a csűrhébe. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mászom, király! Végül megtaláltalak! Miben segítetek, szépséges hercegnő? A ciszterkastélyban rád van szükség. Gyere velem! Indulás! Márton király és Jácinta hercegnő visszatért királyságukba, boldogságban és békességben uralkodtak tovább.